Hát megvan a második győzelmünk a bajnokságban. Az NB2 bajnok legyőzte az NB1 bajnokát, ilyen egyszerű volt ez? Hát abszolút nem. Az a baj, hogy azt kell mondjam, hogy az első fél idő egy tragédia volt. Abszolút nem azt kaptam vissza, amit megbeszéltük. Nyomába se tartották be azokat az utasításokat, amikkel én úgy gondolom, hogy a videóton mögé lehetett volna kerülni, a védekezésük mögé helyzeteket lehetett volna kialakítani. Rohangált össze-vissza mindenki a pályán. Most, hogy ez minek tudható be, a melegnek, vagy pedig egyéb problémáknak, az nem tudom, de biztos, hogy ki fogjuk vesézni. Hát őszinte ezek a szünetben nem túl irodalmi stílusban, de hát próbáltam őket arra agitálni, hogy nyerjék meg ezt a mérkőzést, mert nem fognak jól járni itt a mérkőzés végén, hogyha lefújja a bíró a meccset. Félve kérdeztem volna meg, amit most mondtál, hogy nekem is kilátástalanak tűnt az első fél idő. Gyakorlatilag nyilván az nagy löketet adott, hogy hamar tudtunk gólt lőni, de egyébként mi volt a terv, hogy mivel változtatunk a játékképén? Hát itt csak annyi, hogy többet kell futni. Hát most nem tudok azt mást mondani, azért kívülről látszik, hogy elég enervált volt a videóton. Nem, nyomában sincs az a csapat, mint aki volt, aki a bajnoki címet megszerezte. Én úgy gondolom, hogy egy nagyobb futómennyiséggel, pontosabb passzokkal meg lehet fordítani a mérkőzést, vagy ahogy meg is történt, megfojtottuk a mérkőzést. Na de ne kelljen már most leordítani a fejüket az öltözőbe azért, hogy elkezdjenek futni. Ez a dolguk. Ezért dolgozunk nap, mint nap, ezért csináltuk meg a felkészülést, nem tudom elfogadni az első félidei teljesítményt, és biztos, hogy ez sem fog nyom nélkül maradni, de független azért gratulálok a második félidei teljesítményhez és az eredményhez. A játékos sajnos most nem tudok, de nyertünk 2-1-re, és most ez a lényeg. A második félidőben meg voltak már a helyzetek is, ugye az első gól az egy ilyen idegtépő idóda passzolgatás után történt, a másikat meg Moha nagyon szépen kihasználta, vagy megoldotta a feladatot. Hát ezt kellett volna csinálni, amit a Moha a második gólja előtt. Be kellett volna indulni 10-15 métereket, ugye volt egy pontos passz, egyből mögé tudtunk kerülni, úgy nagyjából tisztában voltunk azzal, hogy hol lehet a videótonnak a gyenge pontja, hol tudunk esetleg lehetőségeket kialakítani. Hát ez az, ami elmaradt az első fél időben, és mondom, tehát nem győzöm hangsúlyozni, nem fogok elmenni szó nélkül az első fél idő mellett. Ugye a harmadik csere a számomra egyértelműnek tűnt, ugye Angya Szilveszter úgy láttam, hogy megsérült, és mindjokolta a két középpályás lehozatalát. Hát Angya Szilveszter kapott egy rugást izomba, úgyhogy nem akartunk kockáztatni. Úgy gondoltam, hogy az Osi elég gyors ahhoz, hogy megoldja ott átmentileg a baloldali védő posztját. Vidus, én úgy éreztem, hogy egy picit enerváltabb volt a szokásosnál, én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban indokolt volt a cseréje, próbáltam egy picit gyorsítani a támadásainkon az Ubi Paripal. A Vuka pedig egy stabilitást kellett, hogy adjan, egy-egy volt a mérkőzés állás, amikor beküldtem, és hát gondoltam arra is, hogy ha már véletlenül nem tudjuk megfojtani a meccset, akkor legalább tartsuk meg ezt az egy pontot, mert azért az is nekünk nagyon jól jön, de bíztam valahol abban, hogy meg tudjuk fordítani ezt a mérkőzést, és hála Istennek, majd fölnézek az eredményjelzőre, 3 pont a miénk.